Jó reggelt! Sziasztok! Most reggel van, és a mai videóban megmutatom nektek a reggeli sétámat. Mint sokan tudjátok, én otthonról dolgozom, és minden nap munka előtt elmegyek sétálni egy kicsit. Most Magyarországon vagyok, ezért megmutatom nektek a magyarországi vidéki reggeli sétámat. Elég fáradt vagyok, viszonylag korán van, most mostam meg a hajam, most zuhanyoztam le, a hajam még vizes. Lehet, hogy halljátok egyébként itt a háttérben a zajokat. Vidéken vagyunk. Hallottátok? Az egy kakas volt. Kukorékol a kakas itt vidéken reggel. De induljunk is, kezdjük a sétánkat. Megmutatom, hogy mi van itt a környező utcákban, hogy mit látok én minden reggel, munka előtt, a reggeli sétámon. Gyertek! Körülbelül reggel 8 óra van most, és amint látjátok, nagyon süt a nap. Tavasz van, de Magyarországon nagyon süt a nap, és ez szuper, nagyon szeretem, ha reggel süt a nap. És fel is teszem a napszemüvegemet. És erre fogunk menni. Szóval már rögtön a séta elején nagyon érdekes dolgokat lehet látni. Itt van szemben egy kis régi parasztház, de már nagyon rossz állapotban van. Látjátok? És ez is egy másik kis ház. Így az út mentén, a házak előtt, a magyarországi kisvárosokban, falvakban nagyon sok gyümölcsfa van. Nem tudom, hogy ez milyen, talán megy, nem vagyok benne 100%-ig biztos, vagy szilva. Közben eltelt egy kis idő, és már megjelentek az első gyümölcsök a fán, és tényleg megy. Most ilyen zöld meggyek vannak a fán. Ez a megy tényleg zöld színű, de a zöld szó azt is jelenti, hogy éretlen. Kicsit későn keltem föl, 8 óra van, de az emberek már dolgoznak egy jó ideje, mennek a munkába, és vannak, akik már dolgoznak. Például ott van valaki, aki már valami munkálatokat végez egy házon. Nézzétek, javítják a házat. A sétám egyik kedvenc állomása ez a ház, ahol van vagy 6 kiskutya. Nem tudom, hogy látjátok-e őket. És természetesen ezek a kutyusok mindig nagyon ugatnak reggel. De nem csak kutyák vannak ezen a sétán, majd meglátjuk, hogy milyen más állatokkal találkozunk még. Magyarországon, a vidéki városokban nagyon sok helyen van kutya. Ennek a háznak az udvarán van egy csirke, vagy kakas, talán. Nem akarok túl közel menni az emberek kertjéhez. Egy másik állat, amivel nagyon sok van itt az utcákon. Kitaláljátok, hogy mi az? Megmutatom. Láttátok, hogy mi volt az? Egy macska volt. Rengeteg macska van így az utcán itt. Kijönnek a környező házakból, és itt napoznak, mert nagyon jó meleg van itt kint. Itt ülnek a füvön. Nagyon jó életük van nekik így tavasszal és nyáron szerintem. Majd még biztos látunk sok macskát. Ismered azt a nótát, hogy egy cica, egy cica? Azt tart, amelyiket az a híres Dankó Pista ír. Hogy megy a kérem alá? Úgy megy, hogy egy cica, két cica, 100 cica jó. Megfogtad itipiti tengerrel. Egy cica, két cica, 100 cica baj.
itt jön mögöttem egy biciklis. Látjátok, sokan járnak biciklivel itt. Itt van nagyon sok gyümölcsfa, de ezekben a kis vidéki kisvárosokban, mint ahol én vagyok, sokszor az embereknek van egy gyümölcsfa, vagy kettő, vagy több a házuk előtt. És akkor ott megterem a gyümölcs, és leszedik az emberek, amikor megérik a gyümölcs. Nézzétek! Látjátok, hogy ott van egy macska. Ott van egy macsesz. Egy fekete macska. Egy cica-mica. Látjátok? Ő most inkább hűvösben üldögél, de gondolom biztos egy kicsit meleg lehet ott a járda. Nem megyünk messzire ma reggel. Aztán van még sok galamb itt az utcán, az utcában, ott fönt, azokon a vezetékeken van egy. Sok kis madár van itt. Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Mindjárt látni fogunk valami érdekes dolgot. Egyébként látjátok ezt a házat? Szerintem annyira érdekes, ahogy meg van oldva a bejárat itt. Nagyon sok helyen így van, ott is úgy van. Látjátok, hogy oldották meg a kaput? Itt egy másik ilyen ház, csak például. Látjátok, hogy a kerítés mögött ilyen félig fedett, félig nyitott kinti folyosó van? Ezt úgy hívjuk, hogy tornác. Szinonimája lehet még a veranda, vagy népiesebben a gang. A tornác nagyon népszerű a hagyományos magyar népi építészetben, és szerintem nagyon érdekes, hogy sokszor a tornácajtó mellett még megvan a kapu. Tehát látszik, hogy egy háznak tulajdonképpen két vagy három bejárata volt, közvetlenül egymás mellett. Volt a nagy kapu az állatoknak, mint például a tehenek, ökrök és lovak, és persze a szekérnek. Aztán volt a kis kapu az embereknek. És ugye régen nem betonozták le az udvart, ezért sokszor nagyon sáros és koszos volt az udvar. Ezért én úgy tudom, hogy ha nem akarták felvinni a koszt és a sarat a tornácra, akkor nem az udvaron keresztül mentek be, hanem a tornácajtón. Például vasárnap, amikor nem dolgoztak, vagy mondjuk, ha valami előkelőbb vendég érkezett. A tornác, vagy a veranda, vagy a gang szerintem még most is fontos része a magyar otthonnak, különösen falvakban és kisvárosokban. Ezért nem csak fényképeken, hanem festményeken is sokszor láthatjátok a magyar tornácot. Szerintetek is érdekes ez a tornácajtó? Írjátok meg a kommentekben, ha igen. Szóval sok helyen lehet még látni ezt a régi tornácajtót, de folytassuk a sétát. De nem csak mi vagyunk az utcán, kint, ma reggel. Itt megy valaki, aki sportol, fut. Ő fut. Ő egy futó. Látjátok? Na, de nézzük azt az érdekes dolgot, amit akarok nektek mutatni. Kíváncsi vagyok, hogy látjátok-e már, hogy mire gondolok. Ott fent. Látjátok? Mik azok? Szerintetek? Magyarországnak ennek a részén, nyáron, meg már ilyenkor tavasszal is, nagyon sok gólya van. Télen elmennek innen, de tavasszal visszajönnek, és itt költik ki a kis gólyabébiket, vagy gólyafiókákat. És
így a villanyoszlopokon vannak nekik kialakítva ilyen kis felületek, amire tudják tenni a fészküket, amire tudják építeni a fészküket. És látjátok, hogy ez az állvány egy kicsit magasabban van, mint a villanyvezeték? Ez azért van, mert a vezeték nagyon veszélyes, és sok madár elpusztul áramütés miatt. Így próbálnak biztonságosabb helyet biztosítani a gólyáknak. Tulajdonképpen ez a fészek, vagy a fészkek nagy része szerintem meg is marad egész télen. És nem tudom, hogy látjátok-e, de ott a gólyafészekben, a gólyafészek alsó részén szerintem ilyen másmilyen pici madárkák élnek. Látjátok? Nem tudom, hogy erről a gólya mit gondol, de gondolom tud róla. Nem tudom, hogy van-e már baby gólya, szerintem még az túl korán van ahhoz. Viszont, ó, mi ez? Ó, mi ez? Ez csak nem. Csak nem egy gólya tojás. Nem tudom. Remélem, hogy lehet, hogy azért, hogy már kikelt, vagy hogy régi. Remélem, hogy minden oké a gólyafészekben. Viszont itt még van valami más érdekes dolog is. Ez egy nagyon rövid reggeli séta, igazából ez az egész séta, csak 1 kilométer, de olyan sok látnivaló van, szerintem. Itt van egy ilyen ház, ami már így romokban áll. Hát szerintem talán direkt lebontották, nem tudom. De már ez egy ideje ilyen állapotban van. Gondolom, majd akarják felújítani. Vagyis úgy értem, újat építeni. De sok másik ház van azért itt az utcában, ami nagyon szépen rendben van. Ez például nagyon tetszik nekem. Nagyon szeretem a régi parasztházakat. Mint például az is ott. És itt egy félig fedett, félig nyitott oszlopos veranda. Hogy is hívjuk ezt magyarul? Emlékszel még? Emlékeztél? Írd meg nekem a kommentekben, hogy emlékeztél-e vagy nem. Tornácos házunkban bölcsön ringott, hol néhány gólya még fészket is rakott. Ez a kis rózsaszín ház is nagyon tetszik nekem. Annyira cuki. Nagyon tetszik a rózsaszín zöld színnel. És még félúton sem vagyunk, de már látom, hogy nagyon hosszú lesz ez a videó, szóval azt hiszem, hogy 2 részben fogom feltenni a YouTube-ra, mert azt szeretném, hogy minél több szót meg tudjatok tanulni belőle. Itt azt hiszem, hogy nemrég levágták a füvet, talán tegnap. Látjátok, hogy milyen rövid a fű. Szépen levágták a füvet. És látjátok azokat a virágokat ott a ház előtt. Ennek a háznak az udvarán meg még kicsi mini szélmalom is van, és törpék, látjátok? Elértünk az utca végéhez. Szia, kutyú! Ezek a kutyák mindig ugatnak. Nagyon cukik. Elértünk az utca végéhez, és látjátok, hogy mi van az utca végén? Itt majd el fogunk fordulni, és el fogunk menni arra. De látjátok, hogy mi ez, hogy hol vagyunk? Hogy mi van itt az utca végén. Ez egy temető. Egy temető van az utca végén. És ezek sírok. Sír, sírok.
arra felé fogjuk folytatni a sétát. Közben még elengedjük itt ezt a futót, akit az előbb már láttunk. Ő fut. Vagy edz. Látjátok, ennek a háznak az udvarán is van sok állat. Elsősorban csirkéket látok itt, tyúkokat. Tyúkokat látok itt. És talán ott volt a tulajdonos, és ezért gyorsan eljöttem. És a temető van mellettünk. De majd itt lesz az utca, ahol letérünk, ahol elfordulunk, lefordulunk balra. De előtte még megmutatok nektek valamit. Látjátok, hogy hol vagyunk? Látjátok, hogy mi van előttem? Vannak a sínek, vasútvonal, ez a vasútvonal Visszafüredre megy, és ezek a sínek. Ott pedig a másik oldalon az az épület, amit kutyát őriznek, és lehet, hogy halljátok is a kutyát. Az pedig a város faiskolája, a város díszfaiskolája. Tehát, hogyha a város utcáin ki kell cserélni egy fát, vagy ültetni kell egy új fát, vagy a parkokban kellenek fák, akkor itt nőnek meg először azok a csemeték, a faiskolában. Szerintem lehet, hogy ez is hozzájuk tartozik. Most nem lehet annyira jól látni, de a nyáron ezeken persze majd levelek, zöld levelek lesznek. A nyáron zöld elleni fognak ezek a fák. De folytassuk a sétánkat, menjünk tovább. Most vagyunk körülbelül félúton. Bocsánat, hogy így hunyorgok, de nagyon süt a nap, ami szuper, de a szemembe süt a nap. Nagyon, nagyon jó idő van. Itt van egy ilyen kút. Egy régi kút. Nem tudom, hogy működik-e. Azt gyanítom, hogy nem. Ó, de működik. Itt van egy ilyen régi kút. Kicsit vizes lettem. Régen minden utcában volt egy ilyen kút, és ebből tudtunk vizet venni. Most már nagyon kevés helyen van működő kút. Sok helyen sajnos szerintem az önkormányzat leveszi ezt a... nem tudom mit. Sok helyen az önkormányzat működésképtelenné teszi ezeket a kutakat, mert az emberek túl sok vizet vennének, mert ebből a víz ingyenes. De néhány helyen, vagy azért még viszonylag sok helyen működnek a kutak, mint például itt is most. Meg is szomjaztam a sétánk alatt, ha iszok belőle egy kicsit, iszom egy kis vizet. Nézzétek, itt lenyomjuk, látod? Ezt lenyomom, így itt, és itt pedig ki fog jönni a víz. És
finom víz, finom hideg víz, ez nyáron nagyon jól jöhet, amikor elmész túrázni és sétálni, kint vagy valahol nyáron, és a melegben tudsz egy kis vizet inni. Jól van. Azt hiszem, itt tökéletes lesz befejezni az első részt. A következő részben folytatjuk majd ezt a sétát, és még megtanulunk nagyon sok szót. Remélem, hogy hasznos volt nektek ez a vlog. Írjátok meg a kommentekben, hogy ti mit csináltok reggel munka előtt, vagy hogy ti hol sétáltok, és találkozunk a következő videóban.